Na jó reggelt, most már ide kintről. Fél 11. Mi a helyzet? Elég hideg van számodra? Nem lenne baj, csak mi a szél? Ja. Viszik a Coca-Colát. Na megyünk shoppingolni. Shoppingolunk. Beindítsuk a turbinákat, és már is indulunk. Nézd meg azt az árva kis állatot. Ott, semmi baj nem lesz. Ott az ablakból szomorúan figyel. Ups. Leelt itt. A gyerekek, nagyon kopár minden, ugye? A szentségét. Évi, bírod a hideget? Nem. Nem? Miért nem? Nem szerettem azért. Izzadni szeretek. Izzadni? Én meg nem. Azt se szeretem, én nem szeretek izzadni. De ezt se szeretem. Kurva hideget. Na jó, ma már elég lesz belőletek. Hova jöttök már ilyen? Rosszabbak vagyunk, mint... Ja. Se a hideg nem jó, se a meleg. Ja. Hogyha meleg van, akkor a meleg miatt komplénolunk, ja. Alig várjuk, hogy hideg legyen. Igen. Amikor meg bejön a hideg, akkor meg már két nap múlva már jöhetett volna a meleg. Visszasírjuk a meleget, ja. Az, hogy ez a hideg, ez már nem jó nekünk, mivel már 30 éve itt élünk. Igen. Hozzászoktunk a meleghez. Ja. Ilyen kis hideg van, az nekünk már nagy hidegnek számít. De nyáron, meg amikor van 96 fok, akkor meg alig várjuk, hogy jöjjön a kis hűvös, a hideg. Bejön a hideg, két nap múlva már komplénolunk, hogy jöhetne vissza a meleg. Úgyhogy itt van, tessék. A gyerekek, kiveszik a fizetésem, ha igaz. Remélem kaptam. Jó, oké. Most már itt vagyunk. És hát megnézzük ezeket a sütőket, mert ezt ígértük a gyereknek szüli napjára, hogy majd kap egy ilyen sütőt. Hát megnézzük, hogy melyiket. Melyikből? Hogy hol van, azon nincs olyan. Hát lehetőleg a egyik legolcsóbbat, mert hát ez a legolcsó. Neki egymagának elég. Ez nem is rossz egy emberre. Egy főre, meg a Sofira 170. Ja, az hát 180 dollár. Ez szerintem megfelel. Igen. Ja, ez elég nagy. Úgyhogy van bőven belőlük. Most azt nem tudom, hogy összeszerelve lehet, vagy darabokba is. Szerintem így, darab, így. Így egybe? Szólni kell, aztán kijön valaki, azt leoldja, vagy mit ja. Tudom én. Apra azt mondja, hogy csinálják. Jó van. Majd magunknak, meg majd egy olyant akarok, egy olyan, ott mindjárt mutatom. De hát az nem most lesz. Hát lassan lecseréljük. Gyerekek, vannak ámárak. 400 ér. Na ilyet akarok ezt. Ez is 400, 379. Uh-huh. Ez a füstölős. Az oldalról, ugye itt raksz tüzet. Itt. És bemegy ide a forró füst. Okay. És akkor ide is rakhat szemet is. Is that extra charge for a symbol one? I'm not sure to be honest with you. Okay, so we go and go inside. Thank you. Yeah. All right. Na, megyünk. Visszad a kamerát. Ha kérdeztem, hogy mondom, hogy ha akarunk venni, így jön, vagy boxba van benn. Aha. Azt mondja, mind a kettő. Mondom, extra charge, azt mondja, azt nem tudja. Valószínű, hogy igen. Na, megnézzük a baterikat itten, hogy mennyiért vannak? Na, megnézhetjük. Na, látod, itt is vannak, és melyiket mondja a dobozba? Na, látom, hol vannak dobozba? Talán arról, a barbecue. Ott hátul. Na, ide nézd, milyenek vannak itt. Komoly. 900. Na, digital. Na, ilyen. Na, én nem látok dobozba. Adjon egy olyat, ami össze van rakva, azt leszarom én, hogy ki szerel, mit szerel.
Na jó, van, nem is megyek tovább. Ide nézd, milyen modernek itt fönt. Az a, ez milyen, ez a fehér 600-ért. Nézd, a gurulós. Ó, komolyak. Nagyon szépek. Vannak itt. Ott van, nem, az a gurulós. Itt meg a kokszok. Ja. Meg olyan is van, ami összecsukható, hogy 429-é. Cuccok hozzá. Ja. Na? Megyünk akkor? Paraszkia van a gyereknek. Gyere, nézd meg a izéket. Mit nézek meg? Vízmelegítők? Ja. Itt vannak ilyen nagyok, 500, de ezek nagyok, ezek, aha, ezek 40 gallonosak, azt hiszem ez 50-es. Ja. Ez is 40 gallon, és ez ilyen magas lehet, ez kicsit, aha, nagyobb, mint ami nekünk van. Itt van 439 euró. Ja. Itt van ez. Ez 38 gallonos. Ez is. 40 gallon. Szóval 400-500 dollár. Igen. Jó van. Ilyesmi van nekünk, ez van nekünk. Faszi, nézd, hogy film ezek. Ja. Azt hiszem ez van nekünk, ez a rém. Aha. Hogy veszem, na, le? Szóval. Le kell venni a... Hát de ezével van rátéve. Papírt. Hogy veszem ezt le szerintem? Ha letéped. Like this? Okay. És akkor azt kell elvigyük, amiről letépted. Remélem, az rendben van. Jó. Mutasd ide. Ja. 180 plusz adó. Jó, van, fizess ki. Nem megyek már még egyszer, de itt leszek a kocsinál. Évi bevett fizet, aztán a gyerek már bontsa is ki. Gyerekek, nem talál, Code Numbert nem találták. Mi a megoldás? Bikavágóval. Annyi erő van benne, mint a kocsok. Ja, mint amit mondott a izé. Na, mindjárt. Megy. Bum. Sikerült. Megvan oldva a probléma, gyerekek. Az a helyzet, hogy össze vannak kötve ilyen acélos zsinórral, és le van akatolva a vége. Na jó, van, megvan. Na, sikerült kiszabadítani a kütőt. Na, jó lesz, hogy gyerekek, Janikának ez bőven elég. Figyelj, ha már Walmartban önkiszolgáló van, meg itt is már. Ja. Na jó, van, ezt berakjuk. Na, nagy lezen bekillódtuk. Hát gyerekek, vannak az életerős emberek, igen, fiatal emberek, aztán nekünk kellett bekillolni. Ja. Most innen megyünk a fiamékhoz, aki itt lakik a közelbe, de viszont nem szándékozom sem az utat, sem a helyet. Tehát itt láttátok a sütőt, ez kapja tőlünk születésnapjára. Úgyhogy majd a lerakás után majd még megyünk boltba, ott már tudok filmezni újra, úgyhogy hát ennyit a sütőről egyelőre. Jó? Oké, gyerekek? Megyünk? Megyünk? Na. Hát kérem tisztelettel, leraktuk a sütőt. Még kellett hozzá egy palack is, azt is megoldottuk. Úgy emlékeztünk, hogy van neki, de hát volt egy, de ott már régi volt. Ott hát 3 éve üresen. Úgyhogy kellett egy új.
lecserélni. Na, jó van. Most már tud sütni hot dogot. Meg amit akar, csirkét. Magától nem vett volna, mi? Ugye fele? Ja. Egyszer kapott a... Még a Sandra vette neki. Igen. Egyik karácsonyra. Hát ez már hol? Már vagy 5-6 éve. Na mondtam neki, azt nem, ebben az a egy kérésre van, hogy azt nem hagyott kint a esőbe, hanem behozod. De már most úgy is rakta be, hogy ott jó helye lesz. Ha úgy hagyja, akkor ott jó lesz ott. Mert az eső az árt a legtöbbet. Az elrohassza. A gyerekek elmegy a Walmartba, veszünk ezt, azt, azt, nem, nincs bevásárlás, csak ilyet veszünk, hogy vizet, ivóvizet, palackosat, üdítőket, mit veszünk még? Tejet. Meg lazányának való. Meg akar Évi csinálni egy lazányát, az rajta lesz, ahhoz tudni, hogy ez a videó. Vagy nem. Lehet, hogy rajta lesz, mert nem egy nagy ügy, rajta lesz a Évi fél a lazánja, ami meg se közelíti. Azt mondta Jadika múltkor, biztos valamelyik videóról emlékeztek rá, hogy voltunk a Sam's Clubba, és vettünk két ilyen, jaj, szar. Két ilyen fagyasztott, nagy dobozos lazányát. De jókora adag volt tényleg. Még az egyik mindig ott van benne a fagyasztóban. Ja, milyen kép. És az egyiket odaadtuk neki. Mert ilyen kettes csomagba jött. Egyiket odaadtuk neki, mert ő szereti a lazányát nagyon. Aztán utána nem sokkal rámentem, és láttam, ott van benne a hűtőbe. Oda néz azt a biciklit. Ja. Júj! Jaj! Gusztustalan állat. Oh my goodness! A gusztustalan kurva anyállat. Holy! De undorító. What is that? Hát én nem bírom ezeket. Mi ez? Marha. Oh my de god. De nem bírom ezeket. Oh. Meg mi értelme yes, volt? Nem, én nem tudom miért, de ez csak az ilyen, belőle milyen izért várt ki. Ez csak ilyen látványosság. Ja. Még csak az sem, mert az ember csak köpköd rajta. Na mindegy. Idióta barát. Szóval az volt a lényeg, hogy odaadtuk neki a lazányát, megkezdte, láttam még mindig ott van, aztán hogy mi lett vele, nem tudom. Gondolom azért megette. Aztán mondom neki, na milyen volt a lazánya, mert mi még nem kóstoltuk. Á, anyu azt mondja, nem rossz, de azt mondja, na, de többet ne vegyetek ilyet. Mondom, miért annyira nem jó? No, az, ha te csinálsz, azt mondja, az oké, de azt mondja, na. Nem volt vele hús. Ez azt mondja, ezért. Nem, az íze is már. Figyelj, az franc, hogy ahol csinálják azokat a bolti, a fagyasztottakat. Egyébként van némely. Mirelit kaja, tehát mikrokaja, ami nagyon jó. Van egy pár dolog. Na van, de hát azoknak az... De hát azok... nem minden. Hát itt egy óriási nagy ipar van. Nézd, megint nincs hallod? Parkoló. Hát ja. Oh my god. Ugye ez a fagyasztott ételek. Figyelj, állja oda, ahol látsz helyet, ja, mert... Ja. Itt rettenetesen nagy biznisz. Keringeni kell. Ezt is most elvették a parkolót ezekkel, hát miért nem tudják oda visszatenni, ahol volt? Mert azt lecsapták. De miért? Konténerek vannak hát azelőtt volt az hely. És mi van a konténerekben? Ezt szerintem nem hagyják így. Ha? Ez ideiglenes. Persze, hogy ideiglenes, csak majd egy pár hét múlva meg virágokat tesznek idebe. Mi van a konténerekben szerinted? Nem akarom mondani. Politika. France. Politika van a konténer, az lehet. Amit mondani akartam volna. Politika van a konténer. Már gondolom, egy párra rájöttek, mit akartam mondani, de hagyjuk. Mellőzik. Na látod, $19 egy csere. Igen, azért mondtam. És ha újonnan veszed, akkor 54. Ha semmiből kezdett, ha nincs azért egyáltalán. Azért mondtam neki, hogy amit mondtam. Yeah.
Na mi lesz? Jócska Pisták. Látja, hogy egy kitolat, megáll a sor, megáll az élet. Ráírom neki. Phil Brady-tól leáll. Ne is menjél be erre, mert nincs hely. Menjél be. Ott a végében lesz. Hát ott is várnak, amott is várnak. És ez a sok-sok, ezért, tudjátok miért van igaz, tudjuk. A északiak lejöttek. Hát itt kapásból van. Mennyi? 1, 2, 3, 4. 4 idegen rendszám. 5. Megvárja, amíg kitolat, és akkor addig a többinek várni kell. Buherázik. Ráírom, hogy... Ja? Ráírom, Janikának? Hogy ja. Ah, oké. Okay. Na most várhatunk, amíg ezek itt lehána istenkednek. Van olyan, hogy látja, hogy pakolja be a kocsit, megvárja. És hogy hányan állnak mögött, az nem érdekes. Nagyon megállítom a kamerát. Mit vegyek? Adit. Mit vegyek, hogy ne legyek? Elfáradtál? Ja. Ott a puli. Puli kutya? Az puli volt, nem? Olyasmi. Nem puli. Meg kellett menni Aldiba Évinek? Nem volt uborka. A volt, csak az a másik fajta. Megyünk a... Nézzük, kimentél a város. Megyünk a nagy semmibe. Ja. Ez csak egy ilyen kis shortcut, egy ilyen kis... Levágtuk a forgalmat. És most vele visszafele megyünk. Át. Jelenleg visszafele mész. Igen, de csak egy kicsit. És utána balra. Már ismerik. Lehet sokan már jobban ismerik az utat, mint mi. Annyi szó lettek filmezve. A gyerekek, ennyi volt. Itt a akadémia. Nem tudom, majd mutatjuk, hogy mit vettünk. Azt tudod, hogy meghalt a Bolly Terry? Az ki? Hát aki a akadémiát ezérte. Ő alapította meg a Bolly Terry, az IMG Akadémit. Igen. Ja. Hát. De más baja nem lett. Nem. Volt, más baja is volt? Lett. Hát azt nem tudom, hogy más baja volt, de... Nem úgy volt, más baja nem lett, csak ja, az, az nem, meghalt. Ja. Itt edzenek a sportolók. Ez világhírűek is. Ez nagyon híres akadémia, igen. Ide eljönnek a világ minden részéből. Ez egy nagy létesítmény, ez mellett vannak, ott építettek direkt ezért egy szállodát. Ez, ja. Ez mellett van egy ilyen apartment komplex, és ott lehet kivenni, bérelni apartmenteket egy pár hónapra, aki ide van pénze, hogy eljöjjön. És magyarok akkor... is tanultak itt meg. Marag ezek a... Volt egyszer itt egy... Emlékszel arra? Voltunk egy helyen ilyen házi bulin, és akkor nem mondom be, hogy honnan, Zala megyéből egy vállalkozó, és akkor hát azért jöttek ide, meglátogatták a lányukat, mert hogy mennyit mondod, hogy kerül a izé a havonta? Valami 15 ezer dollár volt akkor. Igen, de az már jó régen volt, ja. Már 10-15 éve. És akkor ott sok magyar ott ült, és akkor elkezdtem mondani, basszátok meg azt mondja. Tudjátok, milyen fürdőszobám van? Azt mondja, csak a fürdőszobám 40 millióba került. Azt mondja, a házam, meg ennyi millióba, meg azért annyi millióba, meg így, meg úgy. Szóval nagy csönd volt. Aztán odaszóltak neki, hogy haver, itt ezt nem szokás csinálni már. Mi amerikai magyarok, erről már leszoktunk.
Mikor vált már ez át? Elszégyelte magát, mi? Szóval itt nem szoktunk ilyeneket mondani, hogy tudod, mi van nekem? Ez nem divat. Szóval jobb, te is itt lesz a szerű. Ezt az utat most csinálták meg. Ja. Szépen. A tetőknél de nézzek, milyen szépen középen is beültettek mindent. Ja. Ezt most csinálták egy-két hónap, még talán egy hónapja sincs. És olyan, mint hogyha állandóan itt lett volna. Növényeket, füvet, gyeptégla, minden. Értenek hozzá? Nézzek, milyen szép be van locsolva. Föl volt teljesen túrva. Úgyhogy van belocsolva, hogy locsolva rendszer van. Storage room lesz egy ilyen raktár, ahol ki lehet bérelni ilyen kis lukakat, és beviszed a felesleges hordijaidat. Igen. De én már rájöttem, hogy miért csinálnak mindenhol, de annyi van a városban, hogy nem igaz. Ki tesz ilyen storage room-ba, ki tesz holmit be? Hát. Mindenki. Aztán ezért gondoltam egyáltalán, amilyen magasak az árak, meg amilyen infláció van, meg még nézünk elébe, az emberek elvesztik a házukat, az be kell tenni a cuccra. Emlékszem, volt egyszer egy magyar vállalkozó, és elment haza, és itt maradt a felesége, meg az is egy ilyen... És be kell tenni a holmit, egy a storage-ba. Van egy ilyen hangárszerű raktár, gyerekek, azt elirakta a saját cuccaival, mert ugye a házat vitték, és az összes mindent. De rengeteg dolgot. Emlékszel rá, amikor 2009-ben volt az a nagy infláció? Nem sok azután, miután otthon voltunk, mind a ketten, igaz? 2006-ban te, 2008-ban én. És 2009-ben kezdődött az a nagy infláció. Illetve akkor is tartott, csak akkor volt úgy igazán érezhető. És mutatták, hogy például Kaliforniában ott voltak utcák, elhagyatva, házak. De még a tévét is ott hagyták. De mindent ott hagytak, mert ugye nem bírták fizetni, tönkrementek, és elvette tőlük a visszavett a bank. Azért volt az, gyorsan elmondjuk, mert többe került a, hogy mondjam, lementek a házértékek. A real estate-t hazavágtak. Levitték a házaknak az értékét, tehát hogyha, magyarul, ha ő akkor eladja a házát, nem kap érte annyi pénzt, mint amennyi a tartozása volt a bankhoz. Ja. Úgyhogy fogták és mind ott hagyták a picsába. És kész. Ott álltak elhagyatva a pult tele szeméttel, minden. A hontalanok. Letestették a füvet zöldre. Hontalanok, befizétek, beköltöztek. Meg összetörtek mindent. Borzasztó. Oda volt, ahol behagyták még a tévét is, meg az edényeket, minden ott lett hagyva. Nyomtalanul eltűntek az emberek. Már úgyhogy ismeretlen helyre. Ja. Le tudják rajtuk behajtani a suskát. Volt cirkusz. Ja. Akkor volt az nagy világválság. Na, a gyerekek, befejeztük. Majd folytatjuk. Majd valami lesz. Na, megjöttünk, és már megyünk is. Kifele, hátra. Hátra megyünk egy kicsit. Ez a tied, ez az enyém. Ja, csináltunk két friss kávét, és kokóval megyünk hátra, igaz? Igaz, kiskutya? Megyünk ki, pisáljál. Kokó, hol a mókus? Nincs mókus? Nincs. Nyom. Galamb van. Ha, hol a mókus? Figyelj, nézd rá, hogy tudja a mókust. Nézd rá. Hol a mókus? Ez a madár. És tudja? Ez madárka. Ezt látjátok, milyen okos egy állat, hogy magyarul mondtuk neki, hogy mókus, és most már tudja, hogyha elhangzik ez a szó, akkor hova kell nézzen. Föl oda. Mert itt szoktak menni a mókusok, ugye tudjátok, itt a,
a dróton szaladnak. De most csak galamb van. Ha? Most csak galamb. Most a galambot nézi. Meg múltkor a papagájokat figyelte. Holnap, ha jó idő lesz, akkor meg kell fürdetni. Ha? Holnap, ha jó idő lesz, meg kell fürdetni. Ja, a füleit ki kell mosni? Nem, meg kell fürdetni. Ja. Meg körmözni is kell most már megint. Na jó van akkor, kijöttünk, kávézgattunk, egészségünk a gyerekek. Hát megint ott vagyunk, hogy nem akarnak lemenni az árak, ugye? Semmibe, semminek. Alig vettünk valamit. De mondjuk úgy nem is emelkedtek mostanában. Annyira nem emel, de viszont tartsák. Azért a kurva életben, egyszer, úgy van ám, hogy egyszer valamit megemeltek, az valamely, ha vissza is megy, de nem sokat. Na, mindegy, mérgelődünk. Most a orange juice lesz. Nem tudok mit csinálni. Orange juice lesz, mondom, drága. Ti is így vagytok Magyarországon, meg egész világon. Na. Jó, a bevásárlás, hát nem tudom, ráfér még? 26% rámegy, ja. Mert nagyon gyenge bevásárlás, nem bevásárlás. Ez nem bevásárlás, ez kiegészítés volt csak. Meg hát a Évi ígért egy lazányát a gyereknek. Meg hát egyben magunknak is csinálunk be, hát nyilván. Úgyhogy azt... Majd az egy külön videó lesz. Meg én azt hiszem úgy csinálok, hogy két kicsivel. Ha, ja, van, ja. Ha van két kicsi. Jaj, azt elfelejtettem kérdezni a boltban, hogy van-e itthon tepsi. Van? Azt majdnem elfelejtett. Illetve elfelejtettem. Van, van. Jó, van, akkor majd még ez erre rámegy a vásárlás. A mit vettem szekció. Ott bent. Még van kávé. Na Évi háttal van, gyerekek. Elfelejtettem mondani. Ja. Jimmy, na, figyeljetek ide. Jimmynek akartam még venni egy fülhallgatót, de olyat, amin van mikrofon. Olyat? Aha. Ha jó, ha. Mert azt mondja, ugye, a Sophie... lesz idő, szaladjál a targetba. Ott nincs olyan, amit akarok. De a Burlingtonban esetleg. Ja. Azt mondja a Sophie, hogy szoktak beszélni a Jamie-vel. De azt mondja, az a baj, azt mondja, hogy Jamie nem hallja rendesen, vagy nem tud beszélni, mert nincs rajta a mikrofon a fülhallgatóján. Van neki fülhallgatója, csak nincs rajta a mikrofon. Ja, a Sophie-nak olyan kérem, van. Nekem. A Sophie-nak van? Ja. A Burlingtonban van, majd lehet elszaladok. Miért nem? Addig mi miért nem szóltál valamába? Ott nincsenek ilyenek. Hát ott veszem én is. Ja, mondjuk nem annyiért. No. 80-90 dollár, no, meg 150. No. Ami a enyém, ami az drága. Ami a Sophie-nak van, az 25 dollár no. volt. Ami nekem van, a komputer, az drága. Ott azt na. mondom, hogy a Burlingtonban van, mert egyszer ott vettem neki. Na, gyerekek, egy gyors árubemutató. Ezért kéne nekem egy papucs, mert így hűvös. Mit vettem van, szekció? Hát bizony, hideg a kő. Próbál melegedni az idő, de... Egy kis kiegészítő vásárlás volt, mégpedig az ügyben, hogy... Az Évi ígért egy lazányát, gyakorlatilag ezért mentünk. És a másik, hogy tegnap kifogyott a csalabádénk, és ahhoz volt minden itthon, mindössze ugorka, az nem volt. Úgyhogy Évi azért külön beszaladta az Aldiba, a Walmart után. És fizetett, mennyi volt a három ugorka? 59 cent volt egy darab. Egy darab, 60 cent durván. Ja, 2 dollár volt a 2 uborka, 3 uborka. Okay. Meg ezt vettem, ezt a makaronit, csiszt, igen, ez amit a, ez a jó fajta. Most le volt tározva 2,94-re. Okay. Jó. Ugyanez, most néztem épp, majd gondolkodtam, hogy veszek egyet, mert már csak egy van bent, és ez nagyon finom. Múltkor vettünk a Walmartba, az nem volt ilyen jó, ugye, mint ez az Aldi. Nem, az Aldi is a legjobb. A Walmartba ugyanez volt, csak más brand, 5,34. Ah. Ez most volt 2,90. Miért nem vettél többet? Mert... Ezt még mi is megesszük.
Egy még van kint, nem akarok be... Igazából nem vagyunk se. Oda a cheese macaroniért. De ez jó. De viszont van, amelyik kimondott... Mondjuk ez márciusig jó. Kimondottan ja. Finom. De az a másik, az február elején lejár, úgyhogy azt majd... Na, ezt ajánlom, melegen, hidegen ajánlom az Amerikában élőknek. Melegen kell ajánlani. Gyerekek, melegen ajánlom ezt a típust, ezt a fajtát. Nagyon jó. Próbáljátok ki. Mert én szerintem itthon nem tudod előállítani ezt a fajta ízhatást. Elő tudod, de így egyszerűbb. És készen van, csak meg kell melegíteni. Igen. Le kell húzni egy kicsit, hogy levegő legyen hát benne. Hát azt már ismerik mindenki. 3-4 percre betenni a mikróba. Na, kezdjük a hússal. Mondjad. Ó, ez a lazányához való. Na, hát ez darált hús. Darált marha hús. Marha hús. Ez 73% a lén, a sovány, és 27% a fed, de nem baj, annyi kell is ehhez. De nem is fogom elhasználni, csak körülbelül ennyit fogok elhasználni felé, belőle. Nem? Fele. Ez a rúd, ez 16 dollár volt. Igen. Az 5 pound, azaz hány kiló? 2,5 kiló körül. 2,5 kiló hús. Úgyhogy ez, all right. Ez kell a lazányához, meg ami itt van, ezek. Na, itt van paradicsom. Na várjál, tegyük ide ki. Ez nem paradicsom szósz, hanem egy előre beízesített négy sajtos pasta szósz. Igen, darabja. Én ezt szoktam venni, amin four cheese van egy kis jobb íze, mint a többinek, nincs az a savas. Ez 1,70, valamikor ez is 98 cent volt. Annyi volt. Most nem volt egy dollár. Most 1,78. Most 1,78. All right. Ez is okay. Megvan? Kell hozzá tejföl, legalább kettő. Minél több van ebből a tejfölből, meg a túróból, annál jobb. A tejföl, az nem is tudom már mennyi, 2,70? Az is a súlyban 600, tehát 70 dekára mondja. Jaj, nem deciliter, hanem én nem szoktam méregetni mondja. Semmit, én minden csak észére szoktam. Ez 1 kg 40 deka durván. Szóval ezt a tejfölt én mind beleteszem, kettőt. Hát, mennyi árba? 2,79 darabja, azt hiszem. Mondja, az 3 dollár, okay. Az kész. Akkor kell vele a túró. Igen. Még egy fél túró. Árba ugyanott vagy. Még egy fél túró, ez is körülbelül ugyanannyi, igen. 3 dollár alatt van. Még fél túró van, ez ilyen kis, pici, apró. De ez nem olyan túró, mint az otthoni túró. Az otthoni túró a száraz túró. Majd mutatom úgyis. Az otthoni túró a száraz túró, ez ilyen... Ez ilyen más. Ez ilyen leveses, de nem baj, az is. De finom elvileg még kellene bele ricotta cheese is, de... Az, de van itthon sajt, annyi, mint a franc. De nem kell. Sajt, az kell bele mindenképpen, ezt majdnem mindet bele fogom tenni. Ez itt a... Ez mennyi? Ez 8 kap. 8 kap. 2 liter. Most mondjam, hogy ez mennyi pontba. Egy kap, az fél liter. Hát megáll az eszem, nincs rajta. Súlyba? Nincs rajta. Ja, itt van, várjál. 2 pont, 907 gram, majd 1 kiló, majdnem. De literbe meg 2. És kell hozzá ugye a lazánya tészta. Ez a lazánya tészta, ez oven ready, ami azt jelenti, hogy nem kell előre megfőzzem, csak így beleteszem, olyan, mint a rendes másik száraz tészta. Fölissza a szaftot. Csak ez hamarabb, valahogy másképp csinálják, hamarabb. Ugyanígy néz ki a másik is, amikor megveszed, ugyanilyen száraz. Csak ez már előre... A másikat előre meg kell főzzed? A másikat olyan 20-25 percig kell főzni. Mielőtt megcsinálod? Ez így, ahogy van, beleteszem, majd látjátok az a tepsi aljába. Majd mutatjuk a következő videóba. Annyi a különbség, hogy egy kicsivel több lével kell a darált húst a pasztával megcsinálni, hogy jobban fölígye a levét és jobban megduzzadjon. Úgyhogy ennyi kell hozzá. Ennyi a tészta, ez paszta, tejföl, yes. Túró, meg a sajt. Meg egy tepsi, két tepsi. Na. Ennyi. A salátához viszont hoztunk ecetet, az 5%-os ecet. Ja. Árban. Ez gyeng, olyan ecet, hogy meg tud inni. Ja. Mennyi árba körülbelül? 1,12 volt. Na most ugye itt láttok mindenki, aki nézi, meg Great Value. Ez a Walmartnak a Walmart brand. Na ez most olyan, ez hogy... mindig olcsóbbak. Hát, például itt van ez, hogy Hans. Ez a Hans. Ja. Ez egy brand. Mindjárt drágább egy kicsit. Teljesen mindegy. Na most, ha ebbe is van,
ebbe a fajta pasztába, ami ugyanaz four cheese, amire rá van írva, hogy great value, az kerül körülbelül 1.30-ba. 30-40 centek a különbség. Éppen azért nem vettem, mert nem volt, meg jobban szeretjük ezt az ízt. Oké. Okay. Szóval nem minden... A cream cheese is great value-s, és ezért olcsóbb. A cream cheese-be is van a rendes. Ez is rendes, ugyanaz. Nem mindenben vesszük meg a great value-t. De amikor spórolni akarsz egy kicsit, meg úgy sok mindent veszel, azért számít, mert itt 40 cent, itt 40 cent, két-három tételen már megspórolsz, egy dollár 20 centet, ja. És amikor ilyen, ez még nem is bevásárlás, amikor láttátok, ja. Hogy mind a két oldal tele látták, volt megtömve, és ha sok mindenből megveszük a great value-st, akkor... Bizony, 30-40 dollár is biztos, lehet. Biztos. Na, jöjjünk ide. Hát a kutya szokásos kutyakaja, marhahús, ez csirkés. Akkor van ez a nagyon finom zsömlék, nagyon jó ízűek, 84 cent, két darab. A kutyakaja az mennyi ami volt? Ami ebből megmarad, majd egyik nap lehet hozzá csinálni, megcsinálhatnád mit? Zsemlével, egy hamburger. Lehet, hogy máma. Nem tudom, amikor bárma. Majd úgy alakul. Úgy is veszel le belőle. Egy olyan két-három darab, három-négy darab. Úgy is el fogod vágni. Ja, ja, ja. És akkor majd csinálok egy jó kis hamburgert, máma. Van hozzá minden. De akkor kint csináld meg. Ja. A grillen? Uh-huh. Mert teljesen más íze van, mint persze. Egy csinálnád meg. A Diet Coke, koffeinmentes diétás kóla. Ez is már öt valamennyi. 4,90. A tej. Az szintén. 3 dollár, az most szépen tartja a 3 dollárt. Volt, amikor ez is olyan 4 dollár valamennyi. Ez mennyi literbe? Hallod? A 3,78. Fabrixban még mindig 4,95. Ja. 3 liter 78. Oké. Okay. Az avokádó ez nem mostani. Ebből ez csak ide van rakva, hogy együk meg. Itt is van egy zsemle, egy vacskó zsemle, ez egy kicsit kisebb, mint ez. Ja. Kicsit kisebb, de szendvics... Én kettőt ilyet el szoktam vinni a munkába, egyiket reggel megeszem, másikat ezeknek délben. Ezeknek marha jó ízük van. Ezek most friss, azért betesszük a fagyasztóba, és amikor kiveszük, akkor ugyanilyen friss menjünk marad. Tovább. Ha két napot kihagyom itt, akkor megszik. Ezt mondd el, mi ez? Ez ilyen kenőcs, krém, a nyak, meg a chest, a mellkasra, ilyen időskori szépségápoló. De nagyon, ezek nagyon na, jók. Na, menjünk ezek tovább, itt van, akkor végeztünk. Itt van a levegő. Ja, gyerekek, 8 dollár egy ilyen. Fizettünk, és jött a nő, mert ugye az önkiszolgáló fizetőhöz mentünk megint, és jött a nő, hogy valamit le kell neki igazolnia. Csekkolnia. Le kell neki igazolni. Amikor gyógyszert veszel, vagy valamit, akkor mindig kijelez a alkoholt. Gép. Alkohol. És akkor kijelez a gép, hogy engedélyt adsz, vagy engedély kell arra a pénztárostól, aki nem pénztáros, mert mi vagyunk a pénztárosok. Ő csak ott áll a kis tabletjával, meg a telefonjával, aztán kisegíti az embereket. Ez kijelzett neki, azt mondja, ha valamit vettél, ami gyógyszert, vagy valami, mondom, nem én, mondom, nem vettem se. Végment az egészen, azt mondja, hogy valami, mondom, lehet, hogy ez a oxigén, a levegő. Ez a, amit a Jani használ. Nem oxigén. Na, a levegő. Sűrített levegő. Ezért a szar sűrített levegőért kellett engedélyeznie neki. Mert gyerek nem veheti meg. 10-21 éven aluli, az... Hát azt mit tud ezzel csinálni? A jó ég, valamit biztos. Ezt használod, lefújja a valgába. Lefújni a komputerről a port. Meg a szemüvegemet, mikor meg a szemüvegét, amikor megtisztítja, akkor lefújja róla a vizet, és akkor pillanatra, és nem kell a törlővel törölnie. Alright, mehetünk okay. Tovább. Mit nem mutattunk? A befőttet, a ja, szokásos. Ez itt a barack, ez pedig a... Orancs. Hogy hívják? Orancs. Ezek, ezek 270 darab. Látjátok, darabja. Itt például nem veszük meg a great value-t. Ja, valami nem. Mert azok nem, ezek van jó íze. Szóval, valamivel az, nem. Mi az? Na. Ja. Majonéz. Oké. Okay. És fel voltunk háborodva. olyan idézőjelbe fölháborodva, mert mondtam Janinak, hogy valamelyik nap beszélgettünk róla, hogy nem volt tojás. És 7.32-ért árulták, és a következő héten volt tojás, akkor meg már 8 dollár 2 volt. Ez volt múlt héten, 8 dollár 2 volt a tojás, most megint vettünk tojást, és mondtam Jelinek, hogy
Hát ez tarthatatlan, mert még mindig 8 dollár kettő a tojás, hogy nem emelték föl. Mondtam, hogy megyünk reklamálni. Megyünk reklamálni azonnal, mert nem emelték fel a tojás árát. Egyébként, ha hiszed, ha nem, mondták a tévébe, hogy a illegális bevándorlókon, akiket a kartel csempész be, meg a kábítószer, most már tojást is csempésznek, képzeld el? Borzasztó. Mert annyira hiány van, és azért mentek fel az árak. Állítólag nagy izé volt itt a döglöttek a csirkék. Donát. Minifánkok, ez mennyi volt? Nem tudom, pár dollár, három dollár körül. Üdítőitalok. Ez, látod, ez is great value, de ugyanaz, ez ginger, ez gyömbér. Ezt mondtuk, Montan Devil. Mi Montan Devilnak hívjuk be. Devil. Mert ezek annyira károssak, hogy a devil az ördög. Ezt a folyamatosan viszont egy gyerek leégeti a fogait. De mit akarsz? Mondjad, hogy mit akarsz. Föl akarok jönni, anyázni. Mondjad már. Erre felnézzél. Meg ott a víz. Ide nézzél, ide. Ide. Na. Meg ott a víz. És itt egy nagy vizet vettünk most. Jó nagyot, alig bírtuk el. Ez jó lesz. Hát kérem tisztelettel, ennyi volt a móka. Mára zárul Jani bácsi mókatára. Hát azért sikerült 140 dollárt ott hagyni. Igen. 137 valamennyi. Ja. Úgyhogy azelőtt ezt megvettük olyan 70-80 dollárért. Valamennyi év a naptárban. Ja. Viszontlátásra. Pajtások. Hogy van az ers? Oh my god. A móka Miki? Véget ért a móka mára. Zárul Miki mókatája. Meg a hakapeci baki. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz Tercsi Felcsi Kataklára. És valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások. Sziasztok. Na hát ezen jót fognak nevegni. Találkozunk a következő videón. Mi se vagyunk bolondok, mi? Nem. Bye bye.